Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, prima di celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok élettel Urunkhoz, Istenünkhöz. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo.
O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero, di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Olvasmány a számok könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta a Hórhegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt. A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Isten és Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk itt a pusztában. Nincsen kenyér, nincsen ivóvíz, és unjuk már a semmit érő manna étket is. Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, s ezek megmarták őket, úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. Erre Mózes elé járultak, és így kérlelték őt. Vétkeztünk, lázadoztunk Isten ellen és te ellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr. Mózes tehát közben járt a népért, és az Úr így válaszolt. Csináltass egy részkígyót, és tűzd ki jelül egy fára. Akit marásért és rátekint, az életben marad. Csináltatott is Mózes egy részkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a részkígyóra, az életben maradt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Az Úr legyen veletek! És a Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az ember fiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium igéi. La festa dell'esaltazione della croce celebra il progetto misterioso di salvezza. Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe,
a megváltás nagy titkát ünnepli. La sofferenza, il dolore, quello che la croce rappresenta per Gesù, diventa il luogo in cui il mondo viene redento. A szenvedés, a fájdalom, mindaz, amit a kereszt jelent Jézus számára, a megváltás helyévé válik. La croce diventa il trono del Signore della misericordia. A kereszt az irgalmas Isten trónjává válik. La croce diventa l'altare del perfetto sacrificio. A kereszt a tökéletes áldozat helyévé válik. E anche diventa la sorgente di ogni benedizione e grazia. És minden áldás és kegyelem forrásává is válik. Perché proprio lì sulla croce Cristo fa morire l'uomo vecchio e fa nascere l'uomo nuovo. Mert éppen ott a kereszten Krisztusban meghal a régi ember, és általa születik meg az új ember. E l'uomo vecchio era il vecchio Adamo, l'uomo peccatore. A régi ember a bűnös ember volt, a régi Ádám. E sulla croce Cristo uccide ogni peccato, ogni male che sulla terra è ancora oggi purtroppo tiene prigionieri gli uomini. És a kereszten Jézus megöl minden bűnt, mindazt, ami az embert fogva tartotta, és sajnos még ma is fogva tartja. Ma ecco la vittoria di Cristo. Sulla croce vince l'amore e l'amore vince ogni cosa. És éppen ebben áll a győzelem. A kereszt legyőz mindent, és a kereszt győzelmét látjuk. E dalla croce una potenza incredibile, soprannaturale, che deriva dall'amore di Cristo, si irradia su tutto il mondo. A keresztnek ez a természet feletti ereje kisugázzik az egész világra. Oggi allora celebriamo proprio questa potenza dell'amore che dalla croce giunge fino a noi. Ma tehát a keresztnek ezt a hatalmát, ezt a szeretetét ünnepeljük, amely egészen hozzánk elér. E ci insegna a vivere la nostra vita facendo morire in noi l'uomo del peccato per far sorgere e risorgere con Cristo l'uomo della grazia. És benne meghal bennünk is a régi ember, hogy Krisztussal új emberré szülessünk a kegyelem által, a kegyelem emberévé. Per ripetere insieme a San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Szent Pállal együtt ismételjük, élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Possa la croce essere nel mondo segno di speranza e di salvezza. Legyen a kereszt a világban a remény és az üdvösség jele. Kérjük testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kegyelmével segítsen megértenünk a kereszt titkát, és erősítsen minket, hogy szerinte is éljünk. Add, Urunk,
hogy szenvedésed és kereszthalálod a mi üdvösségünket is szolgálja. Adj, Urunk, készséges lelkületet, hogy szenvedéseinket örömmel vállaljuk. Engedd, hogy életünk szenvedéseivel, keresztjeivel kiegészítsük, ami hiányzik értünk vállalt keresztedből. Add, Urunk, hogy szenvedő embertársaink kínszenvedésedből és keresztedből merítsenek erőt és vigaszt. Add, hogy keresztet halálunk óráján üdvösségünk záloga legyen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add kegyelmedet élő Mónika testvérünknek, aki születésnapját ünnepli, s akiért most a Szent Misét fölajánljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, a bűn fáján győztes gonoszt a keresztfa titkával legyőzted. Kérünk, keresztet titkát olcs lelkünkbe, hogy általa mi is legyőzzük a sátán hatalmát, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. A 63-as éneket énekeljük. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Fogadja el az Úr kezedből ezt áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára. Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che è offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita, e chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini,
uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mysterium fidei. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pietro, i presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: «Mio Dio, Dio, vieni per noi, sempre vicino, o re, vieni a te, o Salvatore, le mie
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Merti lo scorsa, o fatto l'ogni sacrificio, mindere via. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E sciolta la terra. Venga stato di attecchi, Silvio, lei mascio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
lelki áldozás imájával töltjük be azoknak a testvéreinknek a vágyakozását, akik otthonaikban imádkoznak most velünk, és szeretnének az Úr Jézussal szívükben találkozni. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tied akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redenti con il legno della vivificante croce. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. O semplice vigatir, menye pegdikive. Isten Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelket vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozatot.